Egy rég nem látott ismerőst köszönthetünk köreinkben. Hello. Bogi. És a mai nap hoztunk nektek egy ilyen kis fun, egyáltalán nem Japánról szóló, csak kettőnkről és egymásról és rólunk szóló videót. A háttérben itt dudorászik Misika, úgyhogy bocs, néha be fog zavarni a kis dudorászásával. Reméljük, hogy a kamerát nem fogja felrúgni egyébként. És gondoltuk, hogy csinálunk egy ilyen, mi ez? Páros quiz. Igen, Bogi elég sok ilyen videót néz, vagy nem sokat, de látott egy jó pár ilyen videót, és úgy gondolta, hogy tök vicces, hogy a párok így egymásról, és hogy találtunk a neten egy csomó ilyen kérdés, és akkor így a egymásról próbáljuk meg kitalálni, hogy a másiknak, másik mit szeret, másik milyen ember. Ezeket a kérdéseket amúgy még nem láttuk, úgyhogy most fogjuk egyből olvasni. Angolul olvassuk, de feliratozzuk magyarul. Itt vannak az eszközeink, ezeket fogjuk használni, és kezdjük is el! Én fogom olvasni a kérdéseket, vagy te fogod olvasni a kérdéseket? Te már rajtam nincs szemüveg. Ja, igen, ennyire kitaláltuk ezt az egészet. Tehát, what's my favorite ice cream flavor? Tudtam, hogy ez benne lesz amúgy. Amúgy én is tudtam, mert az első kérdést láttam, amikor megnyitottam a linket. De nem tudom, hogy Moginak mi lesz a kedvenc fagyi... Szerintem az enyém egyszerű, a tiéd az nem. Jaj, angolul írtam, nem baj az? Na, mindegy. Mindenki érteni fogja. 1, 2, 3. Elrontottam, most jutott eszembe a jó válasz. Na, mi az? Mutasd. De nem ez az. Nem. A cookies and cream. Igen. Jó, oké, okay, akkor vegyük neked? Ezt. Csoki, igen. Tényleg? Úristen, ez abszolút ilyen azt nagyon szeretem, tip volt, igen. Jó. Kapok erre valamit? Vagy nem? Itt most nem lesz pontozás, de mondjuk tegyük fel, hogy ezt eltaláltam, mert utána nem, pont akkor... Nem, túl késő. Mi a szigorú. Jó, következő kérdés. Which movie could I watch over and over again? Ez nagyon-nagyon sok... De csak előre szólok, igen, hogy sok ilyen van, de nekem kettő ilyen van, ha jó, ebből az egyiket eltalálom. Igen. Okay. Jó, én kész vagyok, egyértelmű. Jaj, ne már! Tudom, hogy melyiket írtad. Várjál, még nem utasd senkinek. Kíváncsi vagyok, hogy az eszedbe fog jutni, amit ténylegesen gondolok. Hányat írsz? Hosszú a címe. Ó, akkor nem. 1, 2, 3. Igen. Igen, az egyetem. Az nagyon vicces, mert erre én nem gondoltam, pedig ez igaz. Én a Matrixra gondoltam, az az egyik, amit nagyon sokszor megnéztem, mert de amúgy ezt is. Ez egy ilyen kis belső sztori, hogy ezt, amikor fiatal voltam, akkor mindig másnaposan nagyon szerettem megnézni ezt a filmet, de nem tudom, hogy miért, mert nem is annyira jó. Viszont Bogi, meg nagy geek, nyomatja a Gyűrűk urát egyfolytában, és nem sokára érkezik meg az Amazonon az új sorozat, ami igazából... 29-én. Igen, amikor elkezdtük, és mindenki rosszat írt róla, akkor mi még így tartottuk a lelket benne, vagy magunkban, nem is tudom. Végig szenvedtük igazából. Igen, de aztán a végére rájöttünk, hogy tényleg nem annyira jó. De mindegy, meg fogjuk nézni a második évadat, hát ha javult. Wow. Na jó, ezt... Oké, igen. What's my favorite type of cuisine when we dine out? Oh my god. Az a helyzet, hogy én bármit megeszek szinte, tehát az ilyen nagyon... Igen, azt akartam írni, hogy bármi. Deep tengeri kajákon kívül, de azért van egy-kettő dolog, amit szeretek, hogyha így eszünk, így, jó. Ha kimegyünk. Oké, figyelj, csak itt Japánban jó, tehát azt nem mondjad, hogy Magyarországon, amit tudom én, milyen étterem. Na nem, de hogy milyen étel, milyen típusú. Milyen étterembe szeretsz járni, mondjuk, milyen típusú étterem. Jó, hát mondjuk igazából mindegyikbe azért megyünk oda. Na jó, írjunk egyet, aztán majd meglátjuk. Ja. Azt se tudom, mi az enyém. De tudom. Nem tudom, hogy kell átírni. Hát akkor írd angolul, vagy magyarul, vagy japánul, vagy amilyen titkos kis nyelveken még tud a Bogi. Eddig 3 vonást írt. Ó, basszus, elrontottam, mindegy. Nem baj, a lényeg, hogy érteni fogjuk. 1, 2, 3. Hopp. Az mi? Canariro. De az nem egy típusú étel, az egy étterem neve. Na mindegy, én azt hittem, olasz. Amúgy ez is. Olasz? Igen, amúgy, de ez te tényleg az olasz, az jó válasz? Igazából mindent szeretek. Igen, úgy, tehát hogy most hittük volna, hogy rámen, vagy jó, vagy na, olasz, na, egy pont, oké? Okay? Jó. Oké. Okay. What's my favorite color to wear? Okay. Ez elég egyszerű lesz. De ezt hogy? Ezt nem tudom, hogy írják. 1, 2, 3. Hát ezt kíváncsi vagyok, hogy el tudjátok olvasni az én írásomat.
Semleges színek, bézs, neutrális, az... nem, hogy mondják, neutral. Nem tudom, azért arra én sem gondoltam, hogy semleges színek, ez jutott eszembe, de igaz? Ja, igen, az a neutral színek, meg fehér. Ezt mondom azért... így feketébe, de azért igen. Vettem fel ezt már, hogy matchingeljek Viktorral. Igen, velem nem nehéz matchingelni egyébként. Mindig feketét szeretek hordani. What's my favorite genre of music to dance to? Ez azért egy nagyon jó kérdés, mert mind a ketten táncolásból, tehát brutál falábúak vagyunk, legalábbis én aztán, meg aztán tényleg. Jó, akkor csak legyen az, hogy milyen zenét szeretünk hallgatni, mit szólsz ahhoz? Az jobb. Jó, oké, oké. De milyen zenét szeretek? Azt tudom, hogy én miért szeretek. Hát az jó kérdés, mert én kb. Majdnem mindent szeretek. Ez nem jó, nekem nincsen egy kedvencem. De zene nem előadó, hanem zene típus. Típus vagy. Sincs. Jó, akkor olyat, amit szeretsz, nem a favorite, hanem olyat, amit szeretsz, egy olyat írok. Az enyém az, írhatsz előadót is akkor, jó? Na, én írok egy előadót. Nem, tudom. Egy, kettő, három. Oké, jó. Igen, és szerintem, hát végül is ja, igaz. Na jó, következő, srácok. What's my favorite season for fashion? Az én favorite... Fashion? Az eleve, mert milyen kérdés. Ó, angolul írtam. Egy, kettő, három. Igazából jobban szeretem az őszt. Oh. A pulcsikat jobban szeretem. Mondjuk igen, egyébként, de miért tavasszal nem hordasz pulcsit? De tavasszal nincsenek olyan jó pulcsjaim. Miért a tavaszi meg az őszi pulcsi az különböző? Hát a színe miatt. Ja, igen. Na jó, oké, hát ezt is megtanultam akkor, hogy Bogi ősszel virágzik. Oké, következő kérdés. Which toy or game did I always want, but never have as a child? Az a baj, hogy a Bogi szerintem mindent megkapott, nem? Ilyen típusú csaj vagy. Nem. Jó, egy, kettő, három. Igen, ezt mindig is akartam, és kaptam is amúgy. És te ezt? Barbie. Nekem volt Barbie-m, sok Barbie-m volt, nagyon szerettem őket, de én inkább pónis voltam. És amit szerettem volna, és nem kaptam, az egy Furby volt. Mi az a Furby? Nem tudod, mi az a Furby? Az valami szőrös? Aha. Az aminek ilyen a haja? Nem, olyanom is volt, ez a, nem tudom mi az, de olyanom volt. Jó, na jó, hát ez akkor... Ez neked mi volt az? Amit akartam volna, és kaptam meg kisgyerekkoromba. Távirányítós autó. Távirányítós autót, azt igazából mi is, ugye nem családi házban éltünk, hanem lakásban, és ezért talán ezért lehetett az, hogy nem. Meg aztán lehet, hogy nem is mondtam soha, hogy szeretnék, csak így gondoltam magamban, de... Did you have any unique or funny nicknames as a child? És én már tudom is a választ. Az jó, mert én nem tudom a sajátomat, mert majd meg fogod tudni, hogyha elmondom. Majd én elmondom neked, hogy mit gondolsz. Oh. Megmondod a véleményem? Meg. Én nem tudom, nem tudok. Még most is édesanyám így hívott, amikor kint volt. Oké, kösz a hintet. Loser. Nem így hívott anyuka. Azt hittem én. Mehet. Egy, kettő, három. Az igen, azt talált. Ja, mondjuk ez nem gyerekkori, mi ez, mert ilyen iskolástársak, meg ilyenek. Ez volt az első e-mail címem, meg Skype nevem nagyon régen. És ja. Nem én találtam ki. Akkor ez mellélő. Akkor mondom, mi volt a gyerekkori becenevem? Bogika? Nem, nagyon sok becenevem volt, ezért nem tudom. De például, mit tudom én, hogy hívtak otthon a családba? Bogóca, Spagóca... Spagóca? Aha. Az mi? Annyi spagetti tettél? Nem. Technikai szünet következik. Did I have any special talents or hobbies when I was young? Csak akkor, amikor fiatal voltál, és most már nincs. Most is fiatal vagyok. Igen. Jó, oké. Jó, hát nyilván most érted, ha van valami tehetséged, akkor nem fog megszűnni, nem? Kettő az, ami eszembe jutott. Az egyik a beatbox? Úristen, nem. Nem tudok beatboxolni. Talán.
Hú, de sokat ír. Oké, mehet. 1, 2, 3. Igen. Igen. Az egy nagyon különleges képesség. Nézzétek, ilyen. Így tudok, így le tudnám így élni az életemet, hogy az egyik szemem folyamatosan be van csukva. Csinos. És neked? Én, igen, éneklés, igen. Éneklés, Bogi, nagyon szépen. Amúgy furcsa, mert nem is gondoltam erre, tehát én valami másra gondoltam volna. Nem tudok zsonglőrködni, nem tudok semmit csinálni, de ezek szerint tényleg tudok valamit de csinálni. De gyorsan tudsz talicskát tolni, nem? Aha. Vagy ez nem? Aha. Ez nem te voltál. What was my favorite outdoor activity or game during summer? Kosárlabda, az igen, az tényleg filmezés az unokatesóddal. Igen, igen, amúgy azt nagyon szerettem, de volt a telken egy medencénk, és abba szerettem úszkálni. Mm. Egyébként én tényleg nagyon szerettem kosárlabdázni, és volt mindig valami... Amúgy talált? Igen, igen, abszolút, azt nagyon szerettem, mert szerettem kosárlabdázni, és volt a környékünkön egy ilyen beton, hát ez a tipikus ilyen telepi kosárlabdapálya, és akkor ott egy ilyen pár arccal megismerkedtem, és tulajdonképpen nem sem éveken keresztül egészen kora tavasztól késő őszig kint kosaraztunk, vagy télen is kosaraztunk szerintem. What's my favorite way to spend a free weekend afternoon? Oh. Ami amúgy nincs. Oh. Azt is kell írnom, mert ezt már egyszer leírtam előtte. Nem ér újra használni. Újra hasznosítunk. Ne fogjon a papíros. Mert 1, 2, 3. Igen. Igen. Bokinak egy ideális vasárnap az úgy tűnik, hogy, vagy úgy telik el, hogy gyűrűk ura. Nézzük a gyűrűk urát, Viktor közben alszik. Igen, csak is az extended edition-t. Igen. És Viktor közben alszik. Így van. És Bogi meg Mordoriul hadovál. If money was no object, where would I love to travel to? Ezt nagyon reméltem, hogy benne lesz, mert szerintem az enyémet nem fogod eltalálni. De nem tudom a tízét. 1, 2, 3. Nem. Hát nem mondom, hogy visszautasítanám, de hogyha tényleg a pénztől egyáltalán nem függne, akkor lehet, hogy máshova mennék. Hova mennél? Nem tudom. Na látod, ezt mondtam de én nem, is. Nem balira, szerintem Amerikába mennék inkább. Valahol. Én azt hittem, hogy valamilyen közeli, trópusi sziget országba mennél. Igen, de az részben azért is van mindig, hogy oda gondolkodom, mert a pénz mert az nyilván olcsóbb, közel van, meg nem jó repülni olyan sokat, meg minden, de ha így nem lenne, nem tudom, és te, ha nem Új-Zéland, akkor? Nagyon meglepő, nem gondolnád. Izland. Gondoltál volna rá? Nem. Na látod, mondtam. Ezt most találtad ki? Nem. What's my dream home or living situation? 1, 2, 3. Az micsoda? Ház plusz konditerem, kiskert, és fényes és tágas. És déli fekvésű. Déli fekvésű. Igen, mindentől és mindenkitől veszel. Hát, hogyha tényleg a pénz és ilyenek nem lenne akadály, azért nem mindenkitől, és nem is mindentől. De valóban egyébként szívesebben élnék egy olyan helyen, ahol nem vagyok úgy különösebben semmihez kötve, de bármikor meglátogatható, elérhető vagyok, ha kell, ha szeretném én. Hát ez nagyon egyszerű. Am I a coffee person or a tea person? Oh, 1, 2, 3. A C az... Stea. Igen. Coffee. Szóval coffee... Igen, mind a ketten eléggé kávésak vagyunk. Bár én mondjuk szeretem a teljes teát is, de inkább a kávé. Do I prefer sweet or savory snacks? Ez mondjuk nehéz. 1, 2, 3. Saus. Nem! Állandóan chipset szabász. Hogy is, imádom az édeseket. Na jó, ez nem igaz. De a chipset is. Van, képzeljétek, a Japánban egy ilyen noris chips, ami mi az ilyen tengeri algás chips, és az annyira, az a legjobb chips, ami létezik. Az a kedvencünk bizony. Amit életemben eddig ettem chipset, az a legjobb típus. És abból is az, ami vastagabb, és ilyen recés, hullámos, vagy, igen, recés. Ja. Am I a morning person or a night owl? Hát, hát az én esetemben ez viszonylag könnyű, de hát a tiédben is. Ja, abszolút. Én abszolút reggel, mert fenn vagyok 4-kor mindig. Bogi meg, azt sem mondhatnám, hogy nagyon sokáig fenn vagy, de az, hogy korán kelsz, azt meg aztán végképp nem mondhatnám. Nem kelek korán, de mondjuk egy hétnél tovább nem alszom. Már. Igen. Régen azért duró volt gyerek előtt.
Hát ez igen. Igen. Mi, Viktornak nem is csodált a reggeli sessionek, ugye? Igen. Amíg mi igen. alszunk, ő addig lelopózik. What's my favorite type of pizza topping? Lehetne inkább az, hogy mi a kedvenc pizzánk a topping helye? Csak azért, mert nem vagy jó a versenyben vagy a sportágban, nem fogunk megváltoztatni a szabályokat. Na, mehet inkább 1-2-3. Nem. Felháborító. Amúgy is, hát egyébként én nem, a pepperoni. Igen. Igen. Pedig te nem is vagy annyira húsos. Ne, az nem is hús. Would I rather stay in or go out for a date night? Én inkább kimozdulnék, mert mostanában annyit vagyok itthon. Hát nem tudom. Mondjuk a date night az egy kicsit más, de... De jaj. Mondjuk lehet, hogy én is inkább kimennék. Most főleg így a gyerekekkel elég sokat vagyunk itthon. Tehát így nem sem volt, valahol voltunk étteremben egyszer valakikkel. Ketten. És így, nem. És olyan fura volt. Tehát hogy nem csak úgy mentünk étterembe, hogy így bementünk és ettünk és jöttünk haza, hanem valahogy így jól éreztük magunkat. Az... Ja, az lehet, nem hogy voltam az csak, ilyen, csak én voltam. Ups, igen. Na jó, mindegy, akkor az bukó. Mármint nem az, hogy a Bogi nem tudott róla, csak engem meghívott egy ismerős, és akkor arra elmentem. És végre nélkülem volt, és jól érezte magát. Igen. What's the funniest inside joke that we have together? Ezt mondtad, igen. Ezt már egyszer mondtad. De én nem tudom, mi az. Úgy hirtelen egy se jut eszembe. Ezt lehet, hogy ezt feladom. Olyat lehet? Nem akarsz megtippelni valamit, hát ha bejön? De még csak így randomra gondoljak egy szót. Ilyen kabát, vagy mi? Jó, oké. Okay, jó, akkor 1-2-3, én feladtam. Hát tényleg. Én nem mondtam. Ja, tényleg. De akkor meséld is el a sztorit. Mert... Jó, ez csak annyi, hogy bármit kérdezünk, hogy nem tudom. Mondj egy kérdést. Ez úgy volt egyszer, Bogi feltette egy sörözőbe, vagy étterembe a kérdést tőlem, valamilyen étterem, hogy ez mennyire csípős. És ezt hogy mondod meg, hogy valami mennyire csípős? Érted? Tehát, nagyon kicsit elviselhetően. Na jó, de oké, és hogyha ezek között van, tehát hogyha mondjuk a nagyon és a kicsit között van, akkor hogy mondod el? Jó, mindegy, és a Viktor válasz. Csak azt mondtam rá, hogy kettő. Nem tudom. És bármit, hogyha kérdezünk valamit, akkor az a válaszunk, hogy kettő. Én főleg, hogyha ilyen kicsit ilyen nonsense kérdések, akkor arra általában az a válasz, hogy kettő. What's the sweetest thing I've ever done for you? Amit én tettem neked, vagy amit te tettél nekem, ilyen leg... Mi van ilyen? Én nem tudom. Mármint, hogy... Az a baj, ez egy napi szinten van. Napi szinten van ilyen, de hogy egyet kiemelni... Jó, lehet olyat is akkor, ami napi szinten történik, és... Oké, tehát ilyen hétköznapi dolog. Igen. Ezt nem mondom, hogy ez a sweetest thing, de én nagyon értékelem. 1-2-3... Igen, hát igen. Én tényleg, mivel hogy tekintve, hogy már hajnalán fönn vagyok mindig, ezért általában szoktam csinálni, nem minden nap, de elég gyakran szoktam csinálni reggelit, viszont azt még nagyon értékelem, hogy a Bogi tényleg nagyon-nagyon sokat, mert nagyon sokat most az összes ruhán mindig kijön most, és ez nagyon-nagyon nagyon jó. Mármint így szerintem ugye a mi családi felállásunkban nincs olyan konkrétan, hogy így női munka, meg férfi ja, munka, igen, hanem így megosztjuk mindent, munka. Igen. Házi munka van, amit el kell végezni, tök mindegy, hogy ki csinálja. Na jó, nem, egy dolog az, amit te csinálsz csak, az a kuka levivés. Ja, tényleg. Mondjuk a mosás is nagy 90%-ba te csinálj, meg nem nagyon szoktam. És nem azért, mert hogy nem tudjuk a másikét megcsinálni, vagy ilyenek, hanem csak egyszerűen például a Boginak, nem tudom, ő szebben mos. Ezt nem tudom, hogy lehet mondani, szebben tereget. Én például tereget. Nem szeretem, amikor te teregetsz. Sok jobban szeretem, ha én teregetek. Én is. Can you name one thing that you've learned from being in a relationship with me? Na jó, írok egy nagyon ilyen nem bagatell, de egy ilyen izét. 1-2-3. Ez nagyon jó. Egymástól tanultuk ugyanazt. Szóval én azt hittem, hogy paprika a pöri végén, de te miért tőlem is tőlem tanultad a pörköltet? Nem, te tanultad tőlem. Ja. Neked kellett volna valami olyasmit írni, amit én tanultam tőled. De aztán az előbb azt mondtad, hogy te inkább olyat írsz, amit te tanultál tőlem. Nem. De mindegy, ezt mondtad, mindegy. Majd összenézzük. Viktor tőlem tanulta a pörköltet, mert én állítólag finomat csinálok. Én pedig... Elnézést. Tehát én tudtam, hogy kell pörköltet. Ja, nem, tudom nem az, is, nem hogy, az. Hogy kell pörköltet csinálni, nem arról van szó. Én pedig amúgy, amit tőled tanultam, az az, hogy
a másik oldalt is mindig nézem meg, hogyha valamire gondolok. Tehát van egy véleményem valamiről, és ne csak arról egy szempontból legyen véleményem, hanem gondoljak bele a másik oldalra is, hogyha mit tudom, én azt mondom, hogy ez nem finom, akkor hogy az miért lehet finom igazából, ez elég. De nem az, de hogyha valaki mondjuk valamit csinál, és azt te így kicsit elítéled, akkor mondjuk érdemes belegondolni abba a másik irányba, hogy az az ember vajon miért csinálta ezt, és, és ne csak az érem egyik oldalát nézzük. Igen, igen, igen. Azzal én egyetértek, hogy az ne számomra egy fontos dolog. Can you recall a dream or goal we share as a couple? Amit már elértünk, az is lehet, vagy? Hát nem, mert az nem dream and goal. Ah, oké, okay, oké. Egy, kettő, három. Ah! Ház. Igen. Ez egy nagy közös célunk, hogy végre be tudjunk ruházni egy házra, ha ezt még mondják. Végre. Végre valamiben egyetértünk. What's my weirdest or funniest habit that you've noticed? Ez ilyen gyorsan megy. Ez neked csak így egyből? Ezen biztos, hogy nagyon fogsz nevetni. Egy, kettő, három. A Bogi állandóan keveri a mondásokat, de olyanokat tud kitalálni, hogy annyira örülök rajta, hogy ilyen maga alatt vágja a fejszét, meg szúrja a fogát. Nagyon, nagyon vicceseket tud kitalálni, de még mondhattam volna azt is, hogy a Boginak a film tartalom elmesélése. Az is nagyon jó, mert a Bogi minden filmet el tud mesélni három mondatból. Kiemeli így a kvázi a leglényegtelenebb részeket, és azt így elmondja például, mi volt az Álmos Völgy legendája? Az volt az első, aminél ezt kiszúrtam, hogy mit mondtál, hogy... Igen, hogy jön egy lovon egy ember, aki észreveszi, hogy fel van akasztva valaki egy fára, és utána elvágtat a hídon át. Igen. Tehát, hogyha azt mondta volna, hogy egy ember, akinek, vagy egy ilyen halott, akinek le van vágva a feje, és lovagol, és megtámad embereket, lehet, hogy ebből rájöttem volna, de ebből... Ja nem, és még azt is mondta, hogy belemegy a fába. Ezt mondtad, hogy belemegy a fába. Ah, nem emlékszem már arra. Igen. Ja, ez igaz. Hát azért nem mindenem. Ja. Bármin. Hát azért nem bármin, de ja, én elég könnyen felpaprikázom, de aztán hamar le is megy. Nekem legalábbis. What's my favorite guilty pleasure TV show or movie? Oh, oké, egy, kettő, három. Az tényleg. Vagy a Bones. Úristen, már hányszor láttam, te jó ég. Azt húztam ki. Ja. Oké. Igaz. Igen, én nagyon szeretem a RuPaul's Drag Race-t. Igen. De mostanában nem szoktam nézni, tehát így szerintem a 14. évattól nem is láttam. Az de csak durva. 14 évig nézted csak. Mielőtt kijöttem, akkor kezdtem el nézni. Úristen. És akkor már a harmadiknál tartott, vagy a másodiknál? Kettőben. Nem, a harmadik talán, igen. Oh. What's one fear or insecurity that I've shared with you? Magasság. Számok. Ja. Diszkalkuliás vagyok. Részeg? Nem részeg vagyok, ezt nem tudom, miért mondtam. Hogy mondják? Félek a magasságtól, azt hogy mondják? Tériszonyos az. Vagyok. Nagyon, nagyon tériszonyos vagyok. Főleg, amikor részeg. Nem, akkor pont nem, pedig akkor kéne. Can you name a skill or quality of mine that has helped me navigate challenges? Kit segíten? Engem. Ami engem vagy minket. Egy olyan tulajdonságomat. Nekem van olyan? Van. Oké, kíváncsi vagyok rá. Egy, kettő, három. Gyorsaság, neked meg nyugalom, meg higgadtság. Tényleg. De nyugodt voltál most is. Nem semmi. Te meg gyors. Igen. Nem, egyébként ez nem is az, hogy... Sőt, nem is az, hogy a nyugalom meg a higgadtság, hanem a Bogi inkább. Ő nagyon-nagyon lassan és aprólékosan végig gondolja, és szörnyen sokáig tart, de általában a végeredmény jó. Sőt, nagyon jó. Oh. Én nagyon-nagyon gyorsan megcsinálom, és az esetek több mint a felében mondjuk, háromnegyedében az eredmény elfogadható, néha nem jó, viszont mindig nagyon gyorsan kész lesz. Szerintem ez pont két ilyen típusú ember létezik kb. Ez durva, úgyhogy ennyire kiegészítjük ezzel egymást. Igen, ez tényleg ilyen egyébként, csak az a baj, nem csak kiegészítjük, hanem meg is őrjítjük egymást. Mert... Nem, inkább én téged.
Hát és ezáltal meg én téged már, én állandóan hajtom a bogi meg állandóan a saját szöszmötölésével csinálja. What's one meaningful experience or adventure you would love to have together? Nem, egy tőernyős ugrás. Isten ments. Én nekem annyira ilyen szimpla dolgok jutnak az eszembe, illetve egy szimpla dolog, hogy így ez... Hát itt írd le. Hát ez ennyi az annyira közhely, hogy ez valami már fáj. De nem baj. Enyém is az. 1, 2, 3. Ja, de várjál, de ezt én akarom. Nem az, hogy te akarom. Te ezt... Nem? Te ezt gondolod, én meg azt gondolom? Nem, bocs, én magamról írtam, azt hittem. Hát figyelj, végül is nyaralás, pihentető és hosszú, úgyhogy... Ja, nem, tényleg a bogét kellett volna írnom, de én a sajátomat írtam véletlenül most utólag. Nyaralás, pihentető és hosszú. Igen, azt tényleg nagyon szeretném egyébként, mert nagyon... De amúgy nekem is ez lenne. Tehát ez az abszolút ilyen közhely, de semmi különöset nem akarnék. Főleg nem egy tőernyős ugrást. Van még egy experience, vagy egy ilyen dolog, amit nagyon kipróbálnék a bogival egyébként. Az pedig az, hogy áthívni egy babysittert és egy délutánt eltölteni bárhol, ketten. Bármit csinálhatnánk, nem tudom, mozi, egyszer elmentünk moziba, az nagyon király volt. Nem tudom, valami, csak az a baj egyébként, hogy amikor azt csináltuk akkor is, ugye az volt, hogy nagyon aggódtunk, hogy mi lehet a gyerekekkel, hogy minden oké-e, meg jó, aggódtunk kicsit. Jó, akkor még csak Misike volt, és nagyon pici volt. Igen, meg aggódtunk a babysitter miatt, hogy nem készítik ki a Misi. A másik pedig az, hogy ilyenkor van az mindig szerintem, amikor ott vagy, hogy hopp, most van egy csomó időd, és rittig semmi jó nem jut eszedbe, hogy mit kéne csinálni, vagy hova kéne menni, vagy mit tenni. De hogyha van előre megtervezve valami, akkor az meg nem annyira olyan, nem tudom, az nem olyan spontán, vagy ilyesmi. De még egy dolog van, amit szerintem, amit nagyon szeretnék, az pedig egy ilyen elmenni Ószakába és a régi barátokkal eltölteni a egy Blániba. Bulizós estét. Igen, egy bulizós jó estét eltölteni az ószakai régi barátokkal. Bizony. És úgy, hogy a másnap, a következő napon ne kelljen rohanni, és ne legyen különösebben semmit tenni valamit. Ne kelljen vezetni. Tényleg két üres napot, azt nagyon jól lenne eltölteni együtt így. What's the funniest thing that has happened to us as a couple? Amíg Viktor vásárolt, addig átálltam egy másik parkolóhelyre. És? Hát nem vetted észre, hogy átálltunk, és ott kerestél, hogy hol vagyok. Ja, mint a John Travolta. Kerestem, hogy hol vagytok, igen. Hát, ja, ez vicces volt, igen. Nem tudom, nekem csak ez az egy jutott most eszembe. Volt egy vicces, amikor nagyon kombinit kellett keresnünk hirtelen Oszakában. Boginak vécére kellett mennie, és... De utólag nagyon vicces feje volt amúgy. Can you recall the moment we first met and what your first impression was of me? De ez, várjál, most azt kell, hogy te mit gondoltál rólam, azt kell nekem leírni? Vagy az, hogy én mit gondoltam először? Szerintem az, hogy saját magad mit gondolt, igen. Hogy én saját magam mit gondolt. Aha, és jó. Hogy az első találkozás. Hogy hol? Én a másikat azért nem írtam le, mert ezt el akarom mondani. Can you recall the moment we first met and what your... Aha, jó. De hát nekem megtetszett a bogi, ennyi. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Nekem meg az, hogy egyetemen találkoztunk először, és én már Viktorról már hallottam a japán tanáromtól, úgyhogy tudtam, hogy ki ő, és emlékszem, hogy valamit mentem a folyosón, és ő meg ott beszélgetett az egyik tanárral, és akkor vettem észre, hogy úristen, az a Viktor! Wow. És azt tudom, hogy a piros Converse cipőd volt rajtad, de azt többerre nem emlékszem, ez egy, ami megmaradt bennem. Piros Converse cipőben jártam. Azt ide ki is hoztad. Ejjjaj. Mára ennyi volt az összes kérdés ebből a couple quizből. Igaz, ezek nem a ti kérdéseitek voltak, de azért reméljük, hogy érdekes volt számotokra is. Igen. Megismertetek egy kicsit jobban minket talán. De esetleg csinálhatunk videót abból is, hogy ti kérdeztek tőlünk. Mert volt ilyen, és jó lenne esetleg megint, ha ebből a videóból most így felmerültek egyéb kérdések, akkor nyugodtan nem is tudom, Bogi, talán csinálunk majd egy ilyen izét, mi az ilyen community posztot, és akkor oda be lehet írni a kérdéseket, nem? És akkor majd az alapján csinálunk egy ilyen kérdezfelek videót, úgyis már nagyon régen volt, szerintem évek óta. Például mi volt az óvodás jeled? Igen, ilyen lehet, ilyen teljesen... Nem tudom, teljesen mindegy, hogy milyen nem kérdés. Kell feltétlenül japánról, meg mostani életünkről, de meg ilyesmi, nem is lehet ilyen igazából. Szimpla, egyszerű dolgokat, nem tudom.
mi az a kaja, amit nagyon-nagyon utálsz, és soha nem akarod megenni, vagy gyerekkorodban szeretted, de, vagy gyerekkorodban nem szeretted, most már szereted. Na mindegy, szóval valamit, hogyha gondoltok, akkor nyomassátok. Vagyis, hogy csinálunk egy ilyen posztot, és akkor, hogyha úgy gondoljátok, akkor majd nyomassátok rá a kérdéseket, és akkor meg megpróbálunk válaszolni rájuk. Köszönjük szépen, lájkoljátok a videót, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna. Mindenképpen. Bye! Pa-pa. Thank you.